Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 67 éve kezdődött a szabadságharc leverése. Dombóváron is megemlékeztek a mártírokról. Gála műsor Dombóváron. Az önkénteseket köszöntötték. Népművészet. Szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. Pedagógusok. Nehézséget okoz szakos oktatókat találni. Gyertyát gyújtottak az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaiért Dombóváron. A Nemzeti Gyásznapon rövid megemlékezéssel tisztelték meg azokat, akik az életüket áldozták a hazáért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékeztek többek között Dombóváron is november első szombatján. A Szent Orsolya iskola központ udvarán a Mindszenty József mellszobor köré gyűltek az emlékezők. Tulajdonképpen ez az ünnep, ez úgy, hát nem ünnep, megemlékezés, ugye úgy indult el néhány évvel ezelőtt, hogy önszerveződő módon, majd egyre szervezettebb formában, és hát nagyon fontos esemény volt azért az 1956 Magyarország történelmében, és hát így ennek a fontosságát emeli ki, hogy nem csak a kezdetét, az október 20-át, hanem tulajdonképpen a végét is megemlékezéssel illetjük. A megemlékezésen egy verscsokor is elhangzott, és a forradalom emlékét őrző dalok kíséretében gyújtottak gyertyát az elhunytakért. Nem ünnep ez, hiszen ez egy nemzeti gyásznap tulajdonképpen, hogy a nemzeti lobogót is félárból szereztik ezen a napon, és hát ennek megfelelő lesz a műsor is, tehát nem vidám, hanem nagyon is szomorú. Magyarország kormánya 2013-ban választotta ki a Nemzeti Gyász emléknapjává november 4-ét. Ezen a napon vonultak be idén 67 éve a szovjet csapatok, megkezdve az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését. Gála műsort rendezett az Élet van nagy családos egyesület Dombóváron. Az eseményen részt vett Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd és a NOE elnökasszonya Kardosné Gyurkó Katalin, akik köszöntötték az önkéntesek munkáját. Gála műsort rendeztek Dombóváron. A rendezvényen az Élet van nagy családos egyesület köszöntötte az önkénteseket. A család és a gyermekek jelentik a jövőt, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ez az üzenet, amit ők magukba hordoznak, és érmére alakultak, és Dombóváron is vannak. Azt gondolom, hogy a jövőnk záloga az a gyerek, és a nagycsaládosokat kell tudnunk kezelni. Az, hogy ők erre még szerveződtek is, és alulról kezdeményezésre civilként megjelentek a városi életébe, ez is egy üdvözítő gondolat volt. Az önkéntesség világunkban nagy mértékben fontos, mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Több mint 1500-2000 önkéntes dolgozik évente a családokért, úgy, hogy maguknak is nagy családjuk van. És azt gondolom, hogy az egyik legszebb ünnepünk az, amikor megköszönjük nekik a munkáját. Minden évben más-más egyesület vállalja ennek az ünnepségnek a megszervezését. Most itt a helyszínen 16 településről mintegy 60 önkéntesnek köszönjük meg a munkáját. A rendezvényen több csoport is fellépett, a napot ebéddel zárták. Országos közlekedési akciót tart a rendőrség a héten, ezért hétfőtől a nehéz tehergépkocsik és a buszok vezetői ellenőrzése számíthatnak, tudatta az Országos Rendőrfőkapitányság. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózati Műveleti Csoportjának éves ellenőrzési terve alapján tart a rendőrség országos akciót november 6-a és 12-e között. A rendőrök ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenő idővel, továbbá a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására, de vizsgálják a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét is. Szombaton a késő esti órákban ellenőriztek a szekszárdi járőrök egy autóst a városban. A sofőr azt mondta a rendőröknek, hogy nincsenek nála az iratai. A férfi ekkor egy általa ismert szekszárdi lakos személyes adatait mondta be az egyenruhásoknak. A rendőrök előtt álló férfi kicsit sem hasonlított arra, akinek az adatait bediktálta. Az is hamar világossá vált, hogy miért tette ezt a sofőr. Az egyenruhások megszondáztatták, ami pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították. A sofőr több rendőrségi eljárásra is számíthat.
Népművészeti szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. A rendezvényen népi iparművészek előadásokat tartottak. A Tolna Vármegyei Népművészeti Egyesület 1996 óta fogja össze a térség alkotóit. Népművészeti szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. Az eseményen többek között a hímzés minták alkalmazásainak lehetőségeiről tartottak előadást. A napot ékszerkiállítás zárta. A népművészet napjainkban folyamatosan változik, mondta Komjáti Tamásné, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Ahogy a gazdaság változik, ahogy az életmódunk változik, úgy változott mindig is, és változik most is igazából a népművészeti tárgyaknak az elkészítési módja. Csak arra gondolunk, hogy az alapanyagok mások, másfajta berendezést használunk, másfajta ruhákat viselünk, ezekhez, ha most témánál akarunk maradni, akkor másfajta ékszereket használunk. Tehát ezek mind-mind változást hoznak a tárgyalkotó népművészek munkájában. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 105 fővel rendelkezik. Fontos, hogy az alkotók tovább képviseljék hazánk örökségét, a technikai és a technológiai tudást tovább adják, mondta az elnök. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy a népművészeink, vagy hát a népiparművészeink, meg az alkotóink keressék meg, tanulmányozzák a régi örökséget, és abból kiindulva próbáljanak meg új tárgyakat készíteni, ami a mai lakáskultúrában a mai embereknek használható módon tudnak találni. Az egyesület célja a fiatal korosztály számára népszerűsíteni a művészetet. Az idei első három negyed évben 10.808 új lakás épült, 21%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 14.894 volt, 43%-kal kisebb, mint 2022 azonos időszakában, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A vármegye székhelyeken 37, a többi városban 8,6, a községekben 8,1%-kal csökkent az épített lakások száma a múlt év január-szeptemberéhez képest. A vállalkozások által épített lakások száma 22, a természetes személyek által építetteké 16%-kal esett vissza 2022 első 9 hónapjához mértem. Nem tapasztalható komoly a pedagógus és diák létszám hiánya Bátaszéki II. Géza gimnáziumban, azonban szakos tanárokat egyre nehezebben lehet találni. A tanulók létszáma az utóbbi évekhez képest jelentősen nem változott. Sokkal egyszerűbb feladatlapot kaptatok a Kádár korszakról. Az előző évekhez hasonló tanár és diák létszámmal zajlik az oktatás a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban, azonban az oktatók pótlása nehézségeket okoz. Az új pedagógus életpálya törvény az intézményt is érintette, mondta Simegi József, a gimnázium igazgatója. Sikerült ugyanaz alapóráit óraadókat szerezni az alapóráinak az ellátására, de nagyon nagy, tehát meg tudom erősíteni, nagyon-nagyon nehéz feladat volt. Jelen pillanatban így, én azt gondolom, hogy a szakos ellátottságunk az most kielégítő vagy jónak mondható, de azt meg tudom erősíteni, nagyon nehéz pedagógust szerezni. A települést körülvevő nagyvárosok és gimnáziumok miatt a beiskolázási munkának az egyik legnagyobb feladata a helyi diákok megtartása, mondta az igazgató. Az, ami nálunk a mi erősségünk, tehát pontosan a családiasság, az odafigyelés, az egyéni képességekre való fokozott odafigyelés, az, amivel eddig tudtuk tartani a tanulói létszámainkat, tehát az elmúlt 10 évben ez lényegesen nem változott. Az intézmény célja olyan színvonalú oktatás biztosítása, amely neveltségben és tanításban is megfelelő minőséget képvisel. Regionális híreink következnek. Kiemelkedő pécsi személyiségek nyughelye. Jánosi Engel József sírját is védetté tennék. Áfát csaltak nagyban az ablakos cégek. Akár évtizedekre is rács mögé kerülhetnek a bűnösök. Ipari cégek és termelők Baranyában segítik a helyi termékek piacra jutását.
A pécsi izraelita temetőben is nyugszanak olyan nagy hatású személyiségek, akik helyben és országosan ismertek voltak tevékenységükről. Az ő nyughelyük védelmét biztosítani kell, hogy az utókor megemlékezhessen róluk. A pécsi Fidesz képviselője szerint Jánosi Enger József síremlékét fel kell venni a Nemzeti Sírkert programba. Sírkövek a pécsi izraelita temetőben. Itt is nyugszanak olyan kiemelkedő személyiségek, akiknek az emlékét meg kell őriznie a városnak, mondja a pécsi Fidesz önkormányzati képviselője. A központi temető mellett, ugye a város izraelita temetőjét, ami itt az ispitaljai városrészben található, sem hagyhatjuk ki a sorból, hiszen a 19. századi pécsi történelmet nézve, és 19. századi történelmét nézve, ugye számos olyan személy nyugszik itt is, aki a város polgárosodási folyamataiban, főként gazdasági, kulturális művelődési tevékenységével részt vett. Az egyikük ugye Jánosi Enger József. Ő a magyar nemzeti törekvéseknek is kiváló képviselője volt, mondja a politikus. Történelmi emlékezet szerint ő volt az, aki Erzsébet királyné szobrának pécsi avatásakor kiharcolta azt az osztrák bürokráciával szemben, hogy lejátsszák a magyar himnuszt, és ő volt az, aki ezen az ünnepségen a nemzeti trikolorral átkötött koszorút is helyezett el az osztrákok rosszállásának az ellenére is. És hát azt kell tudni róla, hogy egyébként az országos zenei, irodalmi életben is részt vett műkedvelőként is, alkotóként is. Nem csak ő, hanem az egész Jánosi Enger család komoly befolyást gyakorolt a város életére, mondja Barkóczi Csaba. A város gazdasági életébe, és kifejezetten Jánosi Enger József, a város gazdasági életébe is rendkívül nagy szerepet játszott itt a 19. század végén, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy az ő nyughelye, ami itt az izraelita temetőben található, és méltó arra, hogy védett sírként emléket, mementót hagyjon az utókornak róla, és mint kiemelten védett sír a későbbiekben a jövőben se legyen felszámolható, hanem kerüljön a Nőrinek a védelme alá. A Nemzeti Örökség Intézet, vagyis a Nőri feladatai között műemlékileg védett temetők működtetése és ismertebbé tétele mellett a nemzeti és történelmi emlékhelyek megőrzése szerepel. Ha a programjukban bekerül egy emlékhely, akkor annak megőrzése is az ő feladatuk lesz. Ezért fontos a polgári párt szerint, hogy a pécsi kiemelkedő személyiségek közül is minél többeknek a nyughelye szerepeljen a programjukban. Így biztosítható a fennmaradásuk az utókor számára. Eredményes befejezett nyomozást követően egy dél-dunántúli bűnszervezet 15 tagjával szemben javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az elkövetők komplex hazai és uniós cégekből felépített hálózaton keresztül körhintacsalással csaknem 650 millió forint áfát csaltak el. A műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével a valóságban is foglalkozó baranyai és budapesti székhelyű társaságok a nagyobb haszon reményében a körhintacsalás módszerét is alkalmazták. Fizetendő áfájukat egy többszintű valós tevékenység nélküli cégekből felépített számlázási láncolattal kiegészítve csökkentették a megalapozott gyanú szerint. A belföldi 8 magyar céget működtető hálózatot 7 szlovák és egy osztrák tovább számlázó céggel egészítették ki. A látszólagos gazdasági eseményekről kiállított fiktív számlákat a könyvelésükben úgy tüntették fel, mintha a cégek által belföldön megvásárolt termékeket uniós társaságok részére értékesítették volna tovább, áfa levonási jogot generálva maguknak. A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa visszaigényléssel csak nem 650 millió forintos a vagyoni hátrány okoztak a költségvetésnek. A bűncselekmény sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett 2 évvel ezelőtti akcióban 17 helyszínen összesen 77 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. Összesen 10 gyanúsítottat, strómanokat és a valódi haszonhúzókat állították elő és hallgatták ki a nyomozók, közülük a bíróság 4 terhelt letartóztatását rendelte el. A gyanúsítotti kör a nyomozás során tovább szélesedett, az ügy befejezésével 15 fővel szemben emelhet vádat az ügyészség.
A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében a nyomozók 14 ingatlant, 32 gépjárművet, továbbá céges tárgyi eszközöket és 52 millió forint céges számlapénzt foglaltak le és vettek zár alá. A bűnszervezet tagjaitól közel 1,5 milliárd forint összértékű vagyont vontak el a nyomozók a vagyonbiztosítás érdekében. A bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága befejezte, majd az ügyet továbbította a Baranya vármegyei főügyészségre. A szervezet irányítói elmarasztaló ítélet esetén akár 20 év börtönbüntetésre is számíthatnak. Hogyan segíthetik a baranyai ipari cégek a helyi agrártermékek és kézműves áruk piacra jutását? Erről is beszélt a helyi iparkamara főtitkára a Baranyai Ízelítő elnevezésű vásáron. Rabszabolcs elmondta még, hogy a termékek kereskedelmének segítésére külön programot indítottak. Helyi termékek a standokon a Pécsi Belvárosi Üzletházban. Itt tartják a Baranyai Ízelítő elnevezésű termelői és kézműves vásárt. A rendezvényt támogatja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is. A gazdasági önkormányzat főtitkár azt mondja, a helyi ipar segítheti a baranyai termelők piacra jutását. Minden, amit fogyasztunk, azt valamiben tárolnunk kell. Tehát itt ez a két szektornak, vagy a két ágazatnak a kapcsolódása az egyértelmű. És egyébként itt rögtön a gépipar is felfűzhető, aki csomagoló gépgyártó berendezéseket gyárt. Elképesztő mennyiségű innováció van, amik részbe felfedezetlenek. A Vármegye, a térség egyik nagy tökmagolaj feldolgozójának helyi problémája, vagy kihívása, hogy ő egy gépet akar gyártani, amivel a tökmagból kipréseli az olajat, mert jelenleg ezt Nyugat-Európába kell elvigye. Na most, hogyha ezt helybe tudjuk tartani, ez adóbevétel, innováció, együttműködés, kooperáció sorolhatnám. Rabszabolcs azt mondja, a helyi termékek kereskedelmét is promotálja a helyi iparkamara. Külön programot szerveztek erre. Covid alatt, amikor a vendéglátóipar nagyon nehéz helyzetbe került, akkor indítottuk el a heti egy helyi programunkat. Itt is, hogyha majd a kollégák körbe mennek, és a kamera egy picit körbevándorol, akkor nagyon sok molinon látni fogják a heti egy helyi logót. Ez semmi másról nem szól. Hetente egyszer vásároljunk egy olyan terméket, egy olyan fogyasztási cikket, egy olyan élelmiszert, amit helyben, a térségünkben gyártottak, készítettek. A Baranyai Ízelítő elnevezésű vásárnak éppen az az egyik célja, hogy bemutassa, mennyi kiváló minőségű terméket állítanak elő a baranyai termelők kézművesek. Ezek vásárlásával pedig a helyi gazdaságot erősíthetik a fogyasztók. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. 67 éve kezdődött a szabadságharc leverése. Dombóváron is megemlékeztek a mártírokról. Gála műsor Dombóváron, az önkénteseket köszöntötték. Népművészet, szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. Pedagógusok, nehézséget okoz szakos oktatókat találni. Kedden túlnyomó részt felhős ég volt, valószínűbb délen kevéssé valószínű napsütés. Napközben csak kevés helyen, többnyire a déli és keleti megyékben alakulnak ki záporok, gyenge eső, szemerkélés, általában gyenge délnyugati irányú lesz a légmozgás. Késő délután este kiterjedtebb, intenzívebb csapadékmező érheti el az ország délnyugati felét. Éjszaka borús, esős időre kell készülni, ismét lehetnek heves záporok, itt-ott az ég is megdörrenhet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!